és csak ütlegekkel és nagy erőfeszítésekkel tudták munkára bírni, az ment oda, és azt mondta. Ez a kislány megtanult dolgozni, és szerette a munkát. Néha, hogy elszomorodom, nem tudom, hogy itt Baróton hogy van, már régóta nem élek itthon, de a Kövesdombon is, az első szolgálati helyemen, meg Potos Martonoson is olykor látom, hogy édesanyák nem hagyják a gyermekeiknek, hogy itt dolgozzanak. És esnek jól érteni. Most csináltuk meg a körmét, és nem szabad mosogatni, mert hogy nem tudom hány helybe került, az ilyen műköröm, meg olyan műköröm, és védni kell, és azt tanulj, fiam, hogy ne kelljen annyit dolgozzál, mint én. És testvérek, mi ennek az eredménye? Nem lesz kitartás, nem lesz olyan, hogy munka morál, munka erkölcs, nem fogja szeretni a munkát, pedig az Isten arra tanít, hogy hat napon át becsülettel végezz el a dolgodat, végezd minden dolgodat, így mondja, igaz? Becsülettel, de a hetedik napot azt szenteld meg. Nos, testvérek, ezt látom ebben a kislányban, hogy ő éli az Isten igényét, tehát honnan tudja? Onnan, hogy voltak szülei, akik erről nem csak beszéltek, hanem meg is értik, akik nem csak tudták, hanem egy istentelen világban, egy pogány bálvány kultusszal megterhelt világban, valójában ott voltak, tettek, éltek úgy, ahogy kellett. Bátorítani szeretnélek titeket, testvéreim, ne csak beszéljetek róla, éljétek. Egyszer megkérdezték az egyik prédikátort, hogy kinek a prédikációja után tért meg. És felsoroltak nagy neveket, és akkor azt válaszolt ez a prédikátor, hogy édesanyám csendes hívő élete után. Édesanyám csendes hívő élete után. Ez tehát ma az első történet, amit érdemes meghallani és meghallgatni. Ez a kislány, akinek a története hívő szülőkről beszél. Olyan hívő szülőkről, akik a legelvetemültebb időkben is élték az Isten igényét, és utat mutattak a gyermekeiknek. Aztán láttunk olyan kislányt, aki megállt a helyét ebben a világban, aki tudta, mi a helyes és mi nem, akinek a szíve teli volt szeretettel még az ellenség iránt is. Jó volna ilyen gyermekeket nevelni, ugye? Szeretnétek? Jaj, de jó, hogy ilyen gyermekeket szeretnénk nevelni. Szeretnétek ilyenek lenni? Megállni még a réthátán is? Igen. Mit is mondjanak szegények most? Nem is mondhatjátok, hogy nem, még ha úgy gondolják sem. Jó. Ó, drága testvérek, milyen nagy ajándék, ha valakinek hívő szülei vannak. És milyen nagy ajándék, ha ezek a hívő szülők élik is a hitüket. A második történet messzire kalauzol, hisz egyébként ez is 2800 évig vitt vissza az időben. Dánielnek a története 2600 évig vitt vissza bennünket a történelemben, az időben. És azt olvassuk, hogy megint nehéz helyzetben van Izrael. Babiloni fogságnak a körülményei, tudjuk, hogy Dániel könyve nagyjából erről szól, illetve hát van egy apokaliptikus része is ennek a könyvnek. És az nagyon érdekes, hogy Dánielről nagyon sok mindent tudunk, ugye? Tudnak történeteket? Tudtok Dánielről történeteket? Igen? Mondtok nekem egyet? Egy címet. Júj. Egyébként mindig én is itt voltam, amikor rám kérdeztek, akkor nem tudtam. Amikor meg kimentem, akkor meg nem mindent tudtam. Hát igaz van az, amikor ír, aki én... ismerős, egész gyilkos. Most, drága testvéreim, ez a történet is nehezen kezdődik. Kemény, nehéz idők. És azt olvassuk, hogy elvisznek négy fiatal a lányukból, elvisznek négy fiatal, Dániel, Sidrákot, Misákot és Abednégot, ugye ezek a Károli Biblia neveket, nem tudom, az újfordításból eléggé nehéz megjegyezni a neveket. Elviszik őket, négyüket, és amolyan janicsák képzőbe teszik be őket, nem? Felejtsék el a nyelvüket, még a nevüket is átválogatják, átírják. Nem is szabad, hogy úgy szólítsák egymást, mindenkinek megvolt a maga neve, nem lehetett. Amolyan janicsák átképző volt ez. És úgy elgondoltam, hogy van az,
hogy lezárnak egy országot, tönkre megy minden. Anyám, apám lehet, hogy már nem is él, elviszik ezeket a fiatalokat egy hihetetlenül fura világba, egy csomó olyan dolgot kényszerítenek rájuk, amiket nem is tudnak, olyan nyelven, amit még nem is értenek, és azt olvassuk, hogy Dániel pedig eltökélte a szívében, hogy nem fertőzi be magát. Hogy van ez, testvérek, én nem érteni? Hogy van ez? Hát örülj, gyermek, hogy enni kapsz. Lehet, hogy azt tanácsolnánk, hogy ilyenkor kompromisszumokat kell kötni. Hát van, mert tanít az élet, hogy bizony kompromisszumokat is kell kötni. Hogy bizony nem mindig csak úgy van, ahogy mi akarjuk. Igaz? Nem ezt diktálja a szívünkot. Meg kell tanulni kompromisszumokat kötni. És tudjátok, hogy mit szeretik ebben a történetben? Dániel nem köt kompromisszumot. És tudjátok, hogy miért mondom ezt? Azért, mert nagyon könnyű az ördöggel és a bűnnel kompromisszumot kötni. Nem azt szoktuk mondani, hogy én csaltam, meg csak deszkurkáltam magamat. Nem? Nem azt szoktuk mondani, hogy egy nagy bődületeset hazudtam. Nem azt mondom, hogy hát nem mondtam el a teljes igazságot. Kompromisszumot kötöttünk. És tudjátok, hogy mit tettük ebben a történetben? Hogy az, ami Dánielben benne van, benne volt a családjában. Ők nem ismerték a kompromisszumot. A bűn, és néven volt nevezve. És amikor néven volt nevezve, akkor kialakulhatott egy olyan értékrend, amire szüksége volt, hogy megállhasson különleges nyilván. Drága fiatalok! Van egy értékrend, a legcsodálatosabb. Úgy is mondják, hogy miért te. Benne van ebben. Ezt ismerni lehet is szabad. És kedves szülők, adjátok tovább kompromisszumok nélkül az Isten igéjét. Nem elég csak élni, kompromisszumok nélkül kell élni. Meghasonlások, meg sumálkodások, meg mindenféle nélkül. Ahogyan Dániel szülei tették ezt. Tudta, hogy mi a jó, és mi nem jó. Tudta azt, hogy az ő törvényei szerint az Isten akkori követelése, rossz szó ez a követelése, az ő akkori törvénye szerint nem szabadott bizonyos dolgokat megenni, igaz? Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus megtanított bennünket arra, nem azt fertőztet meg, ami benne, hanem az, ami kijön. Mert ami kijön, az a szívből jön, és teli van mindenféle gonoszsággal. De akkor Isten ezt kérte, és ez a fiatal tudta, hogy mit kell tegyen. Tudta, hogy mit kér tőle az Isten. Honnan tudta? Mert olvasták otthon az Isten igéjét. Mert ismerte az Isten igéjét. Mert komolyan vette az Isten igéjét. Szoktatok-e otthon áhítatokat tartani a fiatalokkal, a gyermekekkel? Ja, de jó, ha igen. Hanem akkor nagyon bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek el. Szoktatok-e igét olvasni? Látják-e azt a gyermekeitek, hogy ti olvastok igét? Hogy ti imádkoztok? Hogy nincs kompromisszum? Bejön volna, testvérek, ha kompromisszumok nélkül. És tudjátok, milyen jó dolog, hogy lehet kompromisszumok nélkül, hogy nehezebb, de örömteljébb és szabadabb. Elcsodálkoztam ezen a történeten. Ez a fiatal, aki tudja, hogy mi a dolga. Ez a fiatal, aki eltökélt a szívében. És azt olvassuk, hogy amikor eltökélte ő ezt a szívében, és véghez is vitte azt, amit eltökélt, azt olvassuk, hogy 3 év múlva nem találtak egy olyan se, mint ez a 4 fiatal. Sem a varázslók, sem pedig a mindenféle tudós között. Nem volt senki. Senki, de senki. Mert testvérek, a tiszta, egyenes életnek mindig egyenes következménye az áldás. Mindig így van. Isten mindig így teszi. Nem azért vannak benne az ő szavai, hogy bántsanak, hogy se szabocs, és így mondjam, hogy se szabocs, hanem
Itt szeretnénk, onnan szeretnénk, így. Miért van ott, hogy védjen? Hogy az életed gyümölcsöző legyen? Hogy az életed valóban élet legyen? És a harmadik történet, Timóteusnak a története. És azért szeretem ezt a történetet, mert nem csak az édesanyámtól beszél, hanem beszél a nagymamákról is. Megtetszettek figyelni. Mert hogy ugyanaz a hit van bennem is, ami bennem volt édesanyámban, Eunikében, és bennem volt nagymamában, Loinban. És akkor egy kicsit tíz parancsolat. Emlékszünk arra a részre, amikor Iziglen van. Megbüntetem harmad és negyed Iziglen, akik? Igen. Parancsolatra, biztos emlékszünk. Megbüntetem harmad és negyed Iziglen azokat, akik nem, ugye nem tartják meg és gyűlölnek engem, de ezzel Iziglen. Vagyis ezer generáció. Hú, belegondoltatok, hogy Isten ad ezer generációt. És hogy adja? Úgy adja testvérem, hogy megáldó, izgalmaságot cselekszik ezer ízüglen, ezer generációban. Nagy áldásod, kedves nagymamám, a hittel a szívetekben tudtok irányt mutatni gyermekeiteknek és unokáitoknak. Nagyon nagy jó. Nagyon sok olyan ismerősöm van, akinek ugyan a szülei nem hívő, de a nagymamája hívő volt, komoly, mély hitű asszony. És ezek az ismerősök azért lehetnek majd úgy gyermekeink, mert azok az öreg nagymamák felmutattak a Jóistenre, és követni tudták Jézust. Ugyanaz a hit, ami Loisban volt, és ugyanaz a hit, ami anyádban Eunikében volt, és amiről meg vagyok győződve, hogy te benned is megvan. Drága testvérek, ez a példának a helye, a példának. De van ebben a történetben egy hiány. Nem hiányzik valami, illetve valaki. Valakik. Milyen szép lenne, hogyha azt mondanák, hogy itt van benned, mint anyádban Eunikében, és apádban, ittben, és amilyen volt nagyanyádban, Loisban, és nagyapádban, ittben, ugye? Miért mondom ezt el? Most lehet, hogy a nők örülnek annak, hogy egy olyan történet, hogy aha, férfiak kimaradtak belőle. De van olyan, amikor az anyukák, meg a nagymamát nem hívjuk, csak a nagytapát, meg az édesapát, ilyen is van. De miről beszélek, testvérek? Tudjátok, hogy miről beszél? Ha apád nem jön, én akkor is megyek. Mert nem mindig van olyan, hogy mind a két fél hívjuk, ugye? Nem mindig van ilyen. De mire tanít az ige? Ha nem is jön, én úgyis csak abban nevellek, amit az Isten rám bízott. És fontos ennek a valakinek, hogy ott legyen a zsinagógában. Timóteus nevéből kiindulva azt sejthetjük, hogy az édesapa görög lehetett. Nem tudjuk pontosan. De azt sejthetjük, hogy görög lehetett. És el tudom képzelni, hogy ennek a görög édesapának nem igazán volt ínyére és kedvére, hogy valami fura, keleti, ilyen-olyan istentiszteleteken találkozgassanak. Nem nagyon ment el a zsinagógába. De egyik alkalommal, amikor ott volt a Lois is, és ott volt Eunike is, megérkezik oda, ebbe a templom, egyébként Lisztráról van szó, ebbe a gyülekezetbe megérkezik Pál apostol. És ő beszél valakiről, akit Jézusnak hívnak. Valakiről, aki akar tanítani. Valakiről, aki a Mesiás. Valaki, aki meg tud váltani a bűnből, meg tud váltani a hiába való életből, és örök életet tud adni. És hit fakad Loisnak a szívébe, hit fakad Eunikének a szívébe, és hit fakad Timóteusnak a szívébe. Kedves édesanyám, kedves nagymamám, kedves édesapám, kedves nagykatám, kedves nevelők, tanítók, ha van bennetek hit, adjátok tovább. Ha van bennetek ismeret, adjátok tovább.
Ha van bennetek Isten szeretet, legyetek példaképek, mert ma ebben nagy válságot élünk. Ma nincsenek példaképek, nincsenek olyan példaképek. Aztán majd a tévé, meg az utca, meg az internet, meg a Britney Spears, meg a nem tudom ki felnevezi őket. Felnevezi egy-kettőre. De ha ti példát tudtok lenni, nagy áldás. Három történet, három dolgot hallottunk. Szeretném, hogyha megpróbálnak átismételni ezt a három dolgot. Az első, amit megérthettünk az igényből, az az, hogy egy istentelen világban is, istenfélű emberekként megállva a helyünket, mutassunk utat a gyermekeinknek. Éld meg az igét, beszélj Istenről. A második az arról beszélt, hogy nem akárhogy beszélhetünk mi az Istenről, kompromisszumot nélkül. Lássák rajtunk, hogy az, ami az igében van, az valóságot működik, hát látom az anyámban, hogy úgy csinálja, meg az apámban, hogy úgy csinálja, kompromisszumok nélkül, megélve a teljességében. És az utolsó dolog, amiről hallottunk, hogy váljunk igazi példákkal. És legyen fontos nekünk az is, hogy ha nem jön a másik, és nem járunk egy úton, nem haladunk egy irányba, én akkor is a gyermekeimnek oda vigyem, ahova vinnem kell. Mi ennek az áldása? Ma az Isten tiszteleten Potos Martonoson az elengedésről volt szó, és arról volt, hogy előbb-utóbb el kell engedni a gyermekeink kezét is. Kedves édesanyám, el kell engedjétek előbb-utóbb a gyermekek kezét, igaz? Mert hogy fog jönni egy ügyes fiatalember, egy hitben járó fiatalasszony, és el fogja venni, el fog menni, és el kell menni, és el kell engedni. De tudod, hogy mit engedsz ki a kezedből? Életet és áldást. Olyan valaki, aki megáll helyét ebben a világban. Drága édesanyám, drága nagymamám, drága szülők, ez a ti napotok. És ma Isten annak örül, ha vannak ilyen anyukák, ilyen apukák, ilyen nagymamák és ilyen nagytatár. Hát, térjünk vissza erre a képre. Milyen gyermekeink vannak? És te magad milyen vagy? Van-e benned fény? Ott van-e benned az Isten? Megállsz a lábadon, hogy nevelsz. Legyen Isten mindenünknek segítségére. Amen. Amen. Hallottuk ezeket a gondolatokat, igéből a tanácsokat, hogy hogyan lehetünk jó szülők, jó nagyszülők, mit kell tegyünk, hogyan kell éljünk, milyen példát kell bemutassunk, de hogyha nem vagyunk kapcsolatban az áldott Úrmussal, Jézus Krisztussal, a főpappal, akkor ez nem fog megtörténni. Nem tud megtörténni. Mert ő a forrás az életnek, ő a forrás a jó életnek, a tökéletes életnek, az örök életnek. Ha nem merítünk belőle, akkor nem tudjuk ezt az életet továbbadni. Hiába kívánunk jó életet gyermekeinknek, unokáinknak, ha nekünk nincs, akkor mitől mutatunk jó példát. Egyik énekünk legyen ez, amit énekelünk most, mielőtt imádkozunk, hogy az áldott Orvos jön hozzád, egy áldott Főpap Jézus. Majd egy másik ének is eszembe jutott a forrással kapcsolatban, az illusztrációval, amit sokszor énekelünk itt a gyülekezetben. Jézus tiszta lényen nézve, lelkünk vágyik az égi fényre, jöjj a szívünket, átadjuk néked, töltsön el öröm, mennyei béke, világíts, világíts. Énekek ezt a két éneket, majd utána fennállva imádkozni fogunk. Kérek majd egy édesapát, vagy egy nagytatát, és egy édesanyát, meg egy nagymamát imádkozni, vagy egy nagymamát imádkozni, és hogyha lesz a gyerekek közül, fiatalok közül, bátorságban valaki meg, akkor a gyermeket is, egy fiatalok is imádkozni. Énekeljük. Az 55-ös számú ének, az áldott orvos, mert hozzám rádott Józsefa Jézus. Oh, God.
lelkünk vágyik az így.